dr. Varga Tibor jogtörténész, a Szent Korona Szabad Egyetem megálmodója és alapítója, akivel ma születésnapi beszélgetésre készülök. Szeretettel üdvözöllek, Tibor! Én is a nézőket meg téged, illetve fordítva, téged is a nézőket. Ez egy jeles alkalom is. Hadd javasoljak valamit. Igen. Ha egyetértesz vele természetesen, hogy ez a beszélgetés ma egy kicsit a szokványostól eltérjen. Tehát ne csak szakmai kérdések merüljenek fel, hanem egyébről is essen szó. Mit szólsz hozzá? Ez nekem nem gond, mert egyébként az egész lényem szokványostól eltérő, úgyhogy ha így nézzük, akkor abszolút nem gond. Hát akkor kezdjük az életkezdéseddel. A legszebb tavaszváró hónapban születtél, márciusban. Ez hanyadik tavaszváró éved? Hát ez most már 48. Úgyhogy most már nem vagyok fiatal, azt el lehet mondani. És hát... Hát nem tudom, hogy mi lesz a jövőben. Egy biztos, hogy érdekes módon, hogy a mamámmal most beszéltem, másfél hónapja mondta, hogy ugyanolyan tél volt, mint most, sőt, nagyobb tél volt, mint most, amikor megszülettem. Úgyhogy ennyit tudok a születésemről. Na, de benne van a kikelet ebben a hónapban. Benne. Menjünk vissza egy picit a gyerekkorodra, hogy igen? Hol születtél, hol gyerekeskedtél, milyen emlékeket hordozol az akkori önmagadról? Semmit nem változtam. Ez különben szomorúvá tesz, mert ugye az embernek az élete azért van, hogy valamennyit változik. Én a Tiszapart mellett nőttem föl, a Csongrádon, és hát végül is ugyanolyan voltam, mint most. Én igyekszem változni, de már én úgy emlékszem, hogy amikor valamennyire tisztában volt az ember a saját hát valójával, attól kezdve tudom, hogy mi az, ami rossz bennem, és attól kezdve tudom azt, hogy mi az, ami jó bennem, és azon semmit nem sikerült változtatnom igazából, holott erőködöm, és majd fél évszázad telt el. Amúgy meg hálás lehetek az Istennek, mert amit kaptam, mert ugye mindenki kap valamit az élete kezdetén, én nagyon sok jót kaptam tőle. Tehát végülis nem sikerült megcsinálni az életembe, az nem attól nem sikerült megcsinálni, hogy nem kaptam volna elegendő ajándékot, és még csak attól sem, hogy nem lett volna bennem elég elszántság, hanem a világtól nem sikerült, de azt mondhatom, hogy így is valójában hát elértem azt, amit akartam. A gyerekkor az ezer szállal kapackodik majd a majdani felnőtt korba, és azt szokták mondani, hogy igen, meghatározó a gyerekkor. Mi az, ami egy szabad gyerekkorod volt, gondolom, a vidéken nevelkedő gyerekek egészen másképpen élik meg a gyerekkorukat, mint a városiak. Igen. Ismerem Csongrádot, néhányszor jártam, ott nagyon szép részek vannak, ott igen. A Körös torok, igen, ami igen. Nagyon festői táj, szép homokos parttal, a maga a Tisza, a gát, a fő utcája, úgy emlékszem, hogy ez egy szép latán soros igen. Régi fő utca. Milyen emlékek kötnek? Hát először is, hogy azt el kell mondani, hogy én 14 éves koromban eljöttem Csongrádról, és majd 30 év volt, mikor újra hát visszatértem, mert meghívtak, hogy tartsak előadást. Ez érdekes dolog, hogy mostanában egyre többször jut eszembe, mert Csongrádban nem is a maga a város, hanem az, hogy milyen az alföldi lét. Ugye, és az, amit Petőfinél az ember gyerekkorában nem ért, hogy mitől van odáig az alföldér, és ugye a egyes vidék az mennyivel szebbek, ugye az Ordon, Kárpátok, és ő mégis azt mondja, hogy az alföld az, ami a szívéhez közel áll, és most így, hát mondjuk úgy, hogy idősödve az ember úgy érzi, hogy valahogy az a végtelen szabadság, ami az alföldön van, az, hogy végtelen az ég, végtelen a föld, az valahogy, és a maga a víznek a jelenléte, mert most én olyan helyen élek, ahol ugye nem nagyon van folyóvíz, hogy egész egyszerűen olyan, mintha a létezés tápláléka lenne. És úgy vágyok is vissza, tehát
valószínű, hogyha már ott leszek a örök élet kapujába, vagy az elpusztulás kapujába, ezt nem tudható, akkor úgy szeretnék az Alföldre mindenféleképpen visszamenni. És a másik dolog meg az, hogy inkább a gyerekkorból a lelki élmények voltak a meghatározóak. Hát nekem volt egy nagyon jó, most túl azon, hogy mondjuk a papám az becsületes alkat volt, tehát a pénz sohasem érdekelte, az ugye ez a minta mindig továbbivődik a gyerekben. Viszont volt egy olyan mamim, aki meg a lelki tartás, mert ugye nem a szülők azok, akik foglalkoznak a gyerekkel, hanem a nagyszülők. Ráadásul nekem egy ilyen furcsa nagyszülőm volt, apai ágom, mert ő ugye valójában hát vérokon volt, de mégsem volt a nagymamám. Tehát arról volt szó, hogy az édesapámnak a mamája és a papája az nagyon korán meghalt, és akkor őt fölnevelte az édesanyjának, a testvérének a lánya. És ő lett nekünk a mami, ő Pesten élt, Budapesten, és én vidékről oda jártam föl hozzá. És az, hogy legleg milyen lettem, az mindenféleképpen a mami na köszönhető, mert mi őt csak úgy hívtuk, hogy mami. Milyen nevelt, mesékkel, vagy... Hát minden. Hát ő először is egy nagyon, nagyon olyan, hát most így utólag visszagondolva tudom én, mert ugye 10-13 éves koromban halt meg. De így utólag visszagondolva ő egy nagyon nyitott és nagyon, nagyon jó gondolkozású hát nő volt, a jó értelmében vett a szónak jó értelmében véve, és őt minden érdekelte, és mindennel foglalkozott, és hát különösen a múlttal, ő beszélt nekem először 1956-ról, hogy ez nem úgy van, mondta 10-12 éves gyereknek, mint ahogyan nekik tanítják, ugye, hogy ez a 60-as évek vége, 70-es évek eleje, és ő beszélt arról, hogy 10-13 éves gyerekek meghaltak, vagy 14 éves gyerekek, tehát ugye egészen másképp van, mint ahogyan gondoljuk. És ő volt az, aki a történelmi dolgokkal kapcsolatban is hát, állandóan ültetett el hát, különböző világokat a lelkembe, mondjuk ezt, hogy fejezzük ki. És tényleg az volt, hogy ha én feljöttem hozzám, mert én Budapestre jártam nyaralni, ugye ellentétben a más esetek volt, hogy Budapestről mentek vidékre nyaralni, fordítva volt, följöttem, leszálltam a vonatról, és akkor a mami azzal kezdte, még le se léptem a vonatról, mert megkérdezte, hogy ki volt a magyarok első királya. És én azóta tudom persze, hogy azért nem ez a helyes válasz, amit ő mondott, mert ugye egyáltalán nem biztos, hogy Szent István, bár Szent István az nagyon meghatározó számunkra, tehát lehet korábbi adatokat is hozni ezzel kapcsolatban, de hát ő ezt teljesen elültette a lelkembe, és odáig jutottunk el, hogy ő mindenfajta ilyen történelmi helyre elvitt Budapesten, meg a Budapest környékén, és akkor mindenről kérdezett, meg Mátyás királyról mesélt rengeteget, és akkor 10 éves koromban én már úgy meg voltam szédítve, de ezt már szerintem sokszor elmondtam, hogy amikor megkérdezték tőlem, hogy mi akarok lenni, ugye, a 10 éves gyerektől, akkor hát mindenki az én korosztályomban azt mondta, hogy a mozdonyvezető, akkor autóversenyző, repülőgépvezető, én meg azt mondtam simán, hogy Mátyás király. És ez nagyon... Na hát ez nem semmi. És hogy alakult a királyságod ezután? Hol jártál iskolába? Csongrádon általános iskolában jártam, aztán utána Szegedre kerültem a testnevelő tagozatos gimnáziumba, és hát Szegeden voltam hosszú, majd... Ez a Radnóti volt, nem? Nem, ez a Tiszaparti gimnázium, amiben nagy büszkeség volt, hogyha valaki egyetemre került, mert ugye minden, körülbelül egy év folyamban, mert rengeteg osztály járt, mert ott volt óvónő képző, vízügyi szakközépiskola, és hát nem nagyon kerültek föl a felső oktatásba, és hát én nekem, meg a néhány embernek sikerült, és akkor ez, de meg kell, hogy mondjam, hogy viszont maga a gimnáziumi rész, ez nagyon szabad rész volt, ott is szerencsém volt lelki vezetőkben, mert ott volt egy jó irodalomtanár, aki egy tulajdonképpen tanárnő, aki a színházzal, meg irodalom szeretettel ismertetett meg, és volt egy nagyon jó rajztanárom, a Szabó András, aki még most is kiállításokat szervez, aki megint csak nagyon szabad lelkületű volt, és nekem szabad volt gondolkoznom.
ebbe a gimnáziumba, tehát volt előnye annak, hogy nem volt túl erős a gimnázium, így nem voltak túl erősek a szabályok, viszont pontosan annyira erősek voltak a megkötések, hogy az ember az egyetemre el tudott jutni. Ki egyengett a további utadat, ki bátorított, hogy mifelé induljál el? Senki. Ilyen szempontból azt kell mondjam, hogy jó, miután nekem a édesapám korán meghalt, elkerültem otthonról. Ezért tulajdonképpen önmagamat neveltem, de olyan segítőkön keresztül, mint amilyen voltam ami, tehát ez már el volt ültetve, hogy 13-14 éves koromban, hogy mi az, ami engem meg tud fogni. Tehát mindez, ami a lélekben zeng, az úgy rám hatott. Tehát nem föltétlenül, és ezért volt egy ellentét a testnevelő tagozat, ahova jártam, mert az egy megint másik dolog, tehát mégis a test az más, a mai napig nem nagyon nehezen tudom összeegyeztetni azt, hogy a fizikai munkát val foglalkozik az ember, és utána el kellene szellemi dologgal lekötnie magát szellemi dologgal, tehát azt el kéne végezni, de a kettő nekem nem megy együtt, vagy szellemi, vagy pedig akkor fizikai. És ez így ilyen ellentét volt, de mondom, ott a gimnáziumban is az említett tanárok azért bizonyos mértékig hát vitték tovább azt a gondot. Hát a Szabó az úgy hívott, hogy a kis Rambo. Tehát megvolt a lehetőségem arra, hogy úgy gondolatilag hát tovább jusson az ember. Úgy tudom, az egyetemet már Pesten végezted el. Nem, Szegeden. Szegeden. Egyetemi éveid alatt, az egyetemi tanulmányait során mi volt az, ami a magyar történelmi kérdései felé vonzott? Vagy ez egyenes volt ez az út, vagy kitérőkkel volt elé? Nem volt kitérő. Azt mondhatom, hogy mégis olyan 18 éves koromban az, az a rendszer, amiben élte, aminek a folytatása az tulajdonképpen a mostani időszak, arról a rendszerről lehetett tudni, hogy igazságtalan. Onnét kezdve már csak arról volt szó, hogy hol lehet megtalálni azt, hogy valahogy másképp, hogy kiszabadulni ebből a rendszerből. És a fiatal egyetemi évek, azok kellően szabadak voltak, és ott lehetett kísérletezni, és először is hozzátartozik azt, hogy megismertem a Katit, és akkor hát sok, tehát gondolatilag hasonló volt, és nagyon sok minden dolog ekkor került bele az életembe. Tehát tényleg a metafizikai hagyomány. Tehát először ugye ez úgy volt, ahogy el szoktam mondani előadáson is, hogy az ember kereste az igaz irányt. És az volt, hogy ezt lehetett tudni, mert nem úgy születtem én, hogy utáltam azokat, akik most hatalmam vannak, meg akik hatalmon voltak, hanem azt éreztem, hogy valahogy igazságtalan, mert azért az ember, hogyha ha néha magára marad, a lelke azért elmondja, hogy ki ő. És ezt éreztem, hogy egész egyszerűen én nem vagyok a helyemen, tehát sokkal, sokkal több mindennel kellene foglalkoznom, mint amit engednek, hogy foglalkoznak. És tényleg, hogyha jobban megnézem, tulajdonképpen hogy nagyon jó, nagyon kedves volt az Isten hozzám, mert nem én rajtam múlnak dolgok, talán egy valamit nem adott meg a hallást igazából, illetve a hangot, ezt nem, azt valahogy, amikor én gyerekkoromban zongoráztam, akkor a zenét nagyon éreztem, de nem hallottam. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy mondták is akkor a tanáraim, hogy érzelmileg én teljesen ott vagyok, csak nem hallom, hogy mit kellene csinálnom. És ez azóta is így van különben, ezért érdekes, hogy a napvágás így bejött az életembe. Tehát ez nem javult, hanem tehát a Kodály módszer büszkesége én voltam, de hogy valamennyit lehet javítani egy emberen, de azt elvették. Viszont egyébként pedig, tehát azt nem kaptam, egyébként pedig mindent kaptam. Tényleg majdnem mindent kaptam. Mindenre kiterjedő komplex képességeket nem nyerhet el az ember. Én kerestem a helyemet. És akkor ezért volt az, hogy először ugye minket úgy neveltek föl, hogy nincsen Isten, nincsen nemzet, az ember a filozófia felé indul el. És akkor én a 80-as évek elején olvastam Hanvas Bélát, de akkor még aki egyébként kiváló író, tehát akkor még nem úgy, hogy könyvekben, hanem ilyen teljesen szamizdat kiadó. Fényes. Igen, és akkor